migránsok és a menekültek világnapja, és a, ugye, mai ünnepen pedig a bátori napok alkalmából összegyűltünk a mai vasárnapon, hogy együtt ünnepeljünk. Szeretettel köszöntöm Jelzi Jankowski, Lengyelország bukaresti nagykövetségének katonai hatóságát, Miller Lajos, a Magyar Köztársaság kolozsvári konzulát, főkonzulátusának konzulját, Marek Kudovart, a lengyelországi Sóf polgármesterét, Vég Sándor, Szilágy megyei alprefektus, Zbigniew Ancsájer, a Porcius Szövetség elnökét, a lengyelországi Krosno küldöttségének képviselőjét, Vállaljai Márton képviselő, az Albert és a Testvérvárosokért Egyesület elnökét, Gajos Attilán, Szalvas város önkormányzatának képviselőjét, Kovács Zoltán, az Oktatási Minisztérium kisebbségügyi államtitkárának kabinetfőnökét, Simonki Máriát, a Szilágy megyei RMDS ügyvezető elnökét, Szepinió Kötelén Zurkást, Szilágycsomjó polgármesterét, Szémat Pétert, a Bátor István Alapítvány és az Országos MKR elnökét, valamint a környék magyar polgármesterei civil szervezeteinek vezetőit. És minden zarándó, minden ünneplő testvér szeretettel köszöntök, hogy együtt ünnepeljük ma az Úr Szent titkait, a Bátori István királyra emlékezve. Lelki áldozatunk kezdetekor én is a messziről jött papbácsit köszönt mindenkit, korábban Nyírbátor testvérvárosában működtem, most pedig a közelében, Kálogselyénben. Szolgatársaimat, református lelkipásztor, görögkatolikus paptestvér, József atyát, házigazdát is szeretettel köszöntöm, a világi méltóságok és a helyben és távolról jött kedves hívekkel együtt. Bűnbánatot tartva kezdjük el és mutassuk most be lelki áldozatunkat. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és ideget testvéreim, hogy imádkozzatok életem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen.
könyörögjünk. A 27. bátori napon bár jó néhány alkalommal volt, ami köztetek mégis megilletődötte, állok itt, és kezdek hozzá a tanításhoz, az emlékezéshez. Kevesen vannak közületek, akik meg tudnák, hogy itt Somlyón Kozma és Damján napján született Bátor István, erdélyi fejedelem és lengyel király apja, erdélyi vajda volt, aki 1534-ben már meg is halt, a fia István, a király, ő egy éves volt akkor, mikor az apja meghalt. Anyja Telepi Katalin volt, ő férje halála után 13 év múlva halt meg, és fia István ekkor 14 éves volt. Szülei 57 és 55. évükben távoztak az élet színpadáról, fiúk pedig 53 éves volt. Én 12 évvel vagyok jelen pillanatban öregebb, mint Bátor István király, akire emlékezünk, amikor ő meghalt. Olaszországban tanult, Páduában szobor, és az egyetemen kép is hirdeti az emlékét. Egy ideig első Ferdinánd udvarában, majd Szapolyai János özvegye Izabella király udvarában szolgált, többször volt követ is. 24 éves volt, amikor szakmák alatt szerezte első hadi sikereit, váradi kapitányra, Bihar megye főispánja. Az ifjú Szapolyai halála után 1571-ben, május 25-én erdélyi fejedelemmé választották Gyulafehérvárt. Békesi Gáspárt vetélytársát többször legyőzte, már lengyel királyként pedig megbocsátván neki maga mellé vette, és fontos feladatot bízott rá. 1575-ben lengyel királlyá választották, és a következő évben, 1576. május 1-én pedig megkoronázták. 1586. december 13-án a mai Belarusz államban fekvő Grodno nevű helységben lehelte ki a lelkét. A történészek egyértelműen megállapítják róla, hogy a somlyói ág az ő személyében csillogott a legjobban és emelkedett a legmagasabbra. Feleségétől, Jagelló Annától, ki lengyel királylány volt, második Zsigmond testvére, nem született gyermeke. Valami oknál fogva, talán fizikai állapota miatt a lengyelek nagylábúnak is nevezték. Július utolsó vasárnapján Mária Kócson, egyébként tegnap is volt a Mária Kócson is, ezért a mai együttlétért is imádkoztam. Július utolsó vasárnapján egyházmegyei búcsunk volt, zarándoklatunk Mária Kócson, és ott a szentmisét a minszki apostoli nuncius pápai nagykövet Pintér Gábor érse mutatta be, és megkérdeztem tőle, hogy Grodnóban, ahol Bátor István meghalt, ott van-e valami emléke Bátor Istvánnak? És az 55 éves érsek Pintér Gábor, aki egyébként a Váci egyházmegyének a papja volt, azt mondta, hogy Grodnóban Bátor Istvánnak az emléke még nagyobb, mint Magyarországon, mondta Pintér érsek. És megkérdeztem tőle, hogy akkor tudtam már július utolsó vasárnapján, hogy ide jövök hozzátok, megkérdeztem tőle, hogy az ő üdvözletét átadhatom-e itt Szilárd Somlyón,
a bátori napok alkalmával, és azt mondta, örömmel küldöm üdvözletemet általad Szilárd Somlyóra, és hát ha egyszer még én is eljutok majd Szilárd Somlyóra, akár a bátori napokra, vagy egy templom búcsúra. Krakóban, ahol Bátori István nyugszik, 3 éve voltam utoljára, itt pedig az idei templom búcsú alkalmával. Ahogyan említettem már, a 27. Bátori napok eseményei, ünnepség sorozatai zajlanak most. Nagy francia költő, gondolkodó Peggy írta a következőt, az időszakról és a korszakról. Szerinte időszak az az idő, amelyben semmi említésre méltó nem történik, minden hétköznapi és megszokott. És korszak viszont a kihívásokra adott válaszok ideje. A korszak a történelem döntő fordulata, amikor az emberek fölriadnak szenvedésükből és ráébrednek, nem az alvók, hanem az ébren lévők építik az új világot. A bátoriak korszakot teremtettek Erdély történetében, a katolikus újjászületés korszakát. A katolikus egyház siralmas helyzetben volt Bátori István idejében. A Székelyföld kivételével hírmondóként lehetett papot látni. Szentírás vasárnapja van, és Kolozsváron egy asztalos mester volt, aki felolvasott vasárnap és ünnepnap az evangéliumot. A papság felkészültsége alacsony színvonalú volt. Az oltár szolgái egymástól tanultak. A tridenti zsinatot követően a paplevelés még nem indult be. Az egyetemek távol voltak, megközelítésük veszélyes volt és költséges. Bátori István erdélyi fejedelemmé való választásakor esküdte, hogy nem fogja erőszakkal terjeszteni a vallást, de védelmét mélybe vette a sajátját. A lengyel és osztrák jezsuiták az erdélyi katolicizmus megmentői lettek. Iskolák és később egyetemek alapított Kolozsváron, vagy Vilniusban, ahol több mint 30 évvel ezelőtt jártam, és ott is őrzik Litvániában, akkor még, amikor ott voltam, a nagy Szovjetunió része volt Litvánia, és a litvánok azt mondták, hogy mi leszünk az elsők, akik kiválunk majd a Szovjetunióból. És ott is őrzik az ő emlékét Kolozsváron, az általa alapított később egyetemi fejlődő iskolában például 16 protestáns lelkész fia tanult, és ott tanult az ortodox püspök unokája is. A jezsuitákat később kiutasították Erdélyből. Erdélyben a vallás felekezetek küzdöttek egymással. Lengyelországot pedig az orosz megszállás réme fenyegette. A lengyelek szorult helyzetükben a bölcs és erőskező bátorúban látták a megmentőt, aki véget vett az erőszakos orosz terjeszkedésnek, rettenetes Iván cselekedeteinek és szándékainak. És a lengyelek nem csalódtak Bátori Istvánban. A királyukká választották Bátorit, aki a lengyel hadsereget újjászervezte, és számukat egy több ezres nagyságrendű erdélyi létszámmal gyarapította. Egy jezsuita, Posse Vino följegyezte, hogy sohasem látott katonákat olyan halál megvetéssel harcolni, ahogyan a székelyek a lengyel hadseregben küzdöttek az oroszok ellen. A hősies helytállás siker koronázta. Rettegett Iván 10 évre kénytelen volt békét kötni Bátori Istvánnal.
Bápori sírján ott van az oroszlán, a galamb és a kígyó, amelyek a bátorságok, az okosságok és a szelítséget szimbolizálják. Bápori a lengyel szabadságért küzdött, Ben apó pedig hajdan a magyar szabadságért. Ők mindketten vérükkel pecsételték meg a lengyel-magyar barátságot. Most örömmel hallottam, hogy a testvérvárosoknak a sora a magyarországi testvérvárosokon kívül az izraeli testvérvároson, a moldovai testvérvároson és testvértelepülésen kívül most egy lengyel testvér településsel, testvérvárossal gyarapodott. Ha második János pápa megtehette volna, amit hajdan nem tehetett meg, akkor talán eljött volna ide Szilárd Sanyóra. A lengyel király és erdélyi fejedelem szülővárosába. Bátor István sírját, ha fölkeressük, akkor eszünkbe jut régi dicsőségünk. Pádovában Poniatowski Szaniszló, lengyel király, szobrot állított Bátor Istvánnak is. Láttam többször Pádovában, én magam is láttam a szobor rengetegben Bátor István szobrát. Halálát két nemzet siratta. 1992-ben nem kis áldozatokkal született meg az alapítvány, és 1993-ban pedig az első bátori napok. Az alapítvány 25 éves jubileumára kiadott könyvben még Acsádi Eleknek a tollából mi is ott vagyunk, Nyír Bátor akkori református lelkipásztora Tárnok Ferenc és én, aki a két felekezetnek a bekapcsolódását a testvérvárosi kapcsolatokba, vagy a bátori napokba szívügyünknek tartottuk. Ez alatt a 27 év alatt mennyi műalkotással, intézménnyel, kiállítással, előadásokkal, konferenciákkal gyarapodott Szilárd Somlyó és a testvérvárosi kapcsolatok. Mennyi híres előadó jött ide, hányan már odaállt vannak az előadók közül is a más világon, és elmentek a minden élőknek útján. És mindez azért történt lelkes személyeknek az irányítása, mondhatnám megszállottaknak, az irányításával, a szó jó értelmében, hogy a gyökereinket és a szárnyainkat erősítsék ezek a találkozások, ezek a mondhatni ünnepek. Az elmúlt 27 évről a 27. bátori napokat tartjuk, elmondhatjuk, hogy sok és jó gyümölcsöt termett az alapítvány és a bátori napok. És emlékük legyen áldott azoknak, akiknek erős vára kellett ahhoz, hogy mi most itt vagyunk, és van mire emlékeznünk, és van mire büszkének lennünk. Az első világháború előtt fele annyian sem éltek itt Szilárd Somlyón, mint most, és megdöbbentem, akkor 87%-a volt a lakosságnak magyar ajkú. Ma Szent Mihály főangyal ünnepe is van, Kolozsvár, Gyulafehérvár ősi templomainak búcsúja, Márton Áron halálának 39. évfordulója. Ő 1939 és 42 között apostoli adminisztrátora volt a Váradi Egyházmegyének, tehát ennek az egyházmegyének püspöke is volt, amelyben most vagyunk és ünnepünk. Ma Szentírás vasárnap is van. Bátori István idejében még nem volt meg sem a protestáns, sem a katolikus nyomtatott teljes Biblia. De olvashatta Pesti Gábor újszövetségi
szentírását, új testamentumát, amely a négy evangéliumot foglalta magában 1536-ban jelent meg. Bátor István egészen biztosan ismerte a mai evangéliumi szakaszt, ami elhangzott a dúsgazdagról és a szegény Lázárról. Az idő múlása és az idő előtti halál Bátor István terveit keresztül húzta, pedig voltak komoly tervei, és voltak ennek a tervnek bőségesen ellenzői, az időnk véges. Tanította a mai evangélium is, addig kell jót tenni Istenért, hazáért, családért, anyaszentegyházért, amíg nem késő. Hiszen nem ismerjük az Úr látogatásának az idejét, amikor a küzdőtérről mindannyiunknak egyszer távozni kell. Bátor István is biztosan egészen másként tett volna sok mindent, vagy cselekedetei más sorrendbe állította volna, tudta volna, hogy mikor érkezik el számára a biológiai élet vége. De a kellő alkalmakat mégsem szalasztotta el. Többször volt életében, életveszélyben, vagy börtönben. Ő nem csak ebben az életben akart boldog lenni. Kevés béke és nyugalom adatott neki, annál több gond. A hatalom eszköz volt számára a nagyobb jóért. Volt alig 50 éve alatt módja a szegény Lázárokon segíteni, vagy éppen bűnbánatot tartani kemény döntései vagy tévedései miatt. A Vável falai között nyugszik nem csak Bátor István, hanem Szent Szaniszló krakkói vértanú püspök legalább már 900 éve, vagy ott nyugszik Nagy Lajos király leánya Szent Hedvig, tehát a szentek is ott nyugszanak azon ősi falak között, ahol Bátor István. Szentek között egy államférfi, politikus, fejedelem és király. A lengyel nép hiszi és hitte, és Szent II. János Pál pápa is hitte, hogy Isten megosztotta vele életét, miután ő is magára vette Isten ügyét a katolikus egyháznak, Erdélyországnak és Lengyelországnak terhét. Most azért is imádkozunk, hogy a mennyei korona legyen az övé. Isten engedje el az ő tartozását, ha még adós lenne. Lengyel szokás, hogy idegen földbe temetett honfitársaikra hazai földet szórnak. Így történt ez II. János Pál pápa temetésekor is. Vajon amikor eltemették Krakkóban, a Grodnóban elhunyt Bátor István, vajon vittek-e a magura tövéből földet a terhek alatt összeomlott testére? Mennyien szorultak Bátor István erős kezére, bölcsességére. Ő tudta, hogy várnak reánk nélkülözések, de azt is, hogy minden, vagy sok minden nélkülözhetünk életünk során, csak Istent nem. Ha fellapozzuk akár Magyarország, vagy a világ történelem kronológiáját is, csak megnézzük, hogy mi minden történt a világ történelemben, vagy Magyarország történelmében az alatt, az alig fél évszázad alatt, amelynek ismerője, alakítója, vagy éppen elszenvedője volt Bátor István, akkor megdöbbenünk, hogy milyen mozgalmas és milyen viharos volt az a fél évszázad, ami néki adatott a világtörténelem, és benne a magyarok, valamint Erdély és Lengyelvon történetében. Bátor István
hitének törvényeit követte. Még a szentek élete sem hibátlan, az övé pláne nem volt az. Egy mondás így fogalmazza meg a következő bölcsességet: boldogok, akik gondolkodnak, mielőtt cselekednének, és még boldogabbak azok, akik imádkoznak, mielőtt gondolkodnának. Bátor István gondolkodott és imádkozott. Krisztus példáját tartotta szem előtt. E világból élt, de nem e világban élt, de nem e világból. Szolgált és dolgozott a világ építésén. Emléke legyen áldott, Bátor István emléke itt Szilágysomjon, Krakóban, Grodnóban maradjon fenn mindörökké. Siszkoco polszki, to jest vászka. Amen. Hiszek az egy Istenben. Minden a hatóatában, mennek és földnek teremtőjére, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Úrban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyháza, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Testvéreim, jóságos és kegyes a mi Urunk Istenünk, hívjuk segítségül és kérjük bizalommal. Hogy a jólét és öröm napjaiban se feledkezzünk el ínséget szenvedő embertársainkról. Kérjük, hallgass meg minket! Hogy az Anya Szent Egyház kérdesse és jó példával mutassa, hogyan kell törődnünk a szegényekkel és a betegekkel. Kérjük, hallgass meg minket! Hogy az emberiség közös összefogása mentse meg az éhínségek és a járványok, a háborúk és a természeti csapások szenvedő áldozatait. Kérünk téged, hallgass meg minket! Hogy isteni figyelmeztetésnek vegyük, ha valaki bűneink és mulasztásaink miatt korkol minket. Kérünk téged, hallgass meg minket! Hogy üdvös félelmet érezzünk az örök kárhozattól, és visszareteljünk a bűntől. Kérünk téged, hallgass meg minket! Hogy a megholt hívekért ne feledkezzünk el naponta imádkozni, kérjük Urunkat. Kérünk téged, hallgass meg minket! Urunk, te azt mondtad, bármit tesztek egynek a legkisebbek közül, az velem tettétek. Adj nekünk látó szemet és halló fület, hogy rászoruló embertársainkban felismerjünk téged, a vándornak a szállást adjunk, az éhezőnek kenyeret, a szomjazónak vizet, felismerjünk téged a migránsokban és a bevándorlókban, és a te szolgálatodra siessünk, hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Yeah.
Sőt, rosszba fogja, bancsba alatt fogja, Jakob nyugodt legyenekség, de ne panasság a fogság nyugodály nem gyíseg, Jakob pusnám lássak inni, Jakob ime a pusnám, hogy lássak vinabajca. Nyugodt násznak a pusnányi, ale násba, ad az vajkohám. Bogu nyugodt legyenekség. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztó, hogy kegyesen békít napjainkba, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Még reménykedve várunk az örök boldogságot, és üdvözítünk meg, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljötti. Participa la această celebrare liturgică, într-o comuniune, iată, cât se poate de frumoasă. Transmit salutul comunității greco-catolice și, în același timp, mă bucur ca să văd că tot mai mult în orașul nostru se conturează, dincolo de frumoasa identitate a fiecăruia dintre noi, atât etnică, cât culturală sau religioasă, se conturează o comuniune tot mai frumoasă și tot mai profundă. Și sigur că acest moment nu este un moment oarecare. Delegația poloneză vine să ne spună oarecum că rădăcinile
unui popor, rădăcinile unei comunități sunt extrem de importante. Prin prezența lor, prin seriozitatea cu care îi vedem că se comportă în aceste zile, cred că putem și noi să învățăm că istoria are o valoare pe care trebuie să o recunoaștem și care, dincolo de valoarea ei în sine, ne spune că astfel, pe istorie, pe rădăcinile noastre, ne construim viitorul. Sfântul Apostol Pavel spune: nu suntem nici greci, nici iudei, toți suntem ai lui Hristos. Iată că în credință și în Hristos putem să depășim toate acele limite, toate acele lucruri care ne creează identitatea fiecăruia și de fapt ne face ca să trăim mai frumos împreună. Tocmai de aceea, iată, îi mulțumesc și eu astăzi Părintelui că m-a invitat la acest eveniment. Mulțumesc tuturor celor care s-au implicat în organizarea acestui eveniment deja de atâția ani și care, iată, ne face să ne simțim și noi, și mleoanii, mai importanți. Pentru că, iată, și mleul a dat o personalitate atât de importantă, nu numai și mleului, ci Poloniei, și a spune: această personalitate a lui Ștefan Bătării merge dincolo de orice graniță a unei națiuni, a unui stat. Bunul Dumnezeu să ne ajute ca aici, la Șimleu, să trăim într-o comuniune tot mai frumoasă, pentru că spune Domnul nostru Iisus Hristos cât de frumos și de plăcut este când frații sunt împreună. În Hristos cu toții suntem frați. Lăudați să fie Iisus! Én már egy ideje őt ismerem, de örülök, hogy mióta itt vagyok Szilágycsomjón, egyre jobban ismerem és erősödik a barátságunk. Köszönöm szépen, hogy itt volt, és egy egész nagy közösséggel köszöntöm az ő plébániájáról a híveket is. Köszönjük, hogy együtt imádkoztak velünk ezen a szép ünnepen. Ma a Szentírás sinagógai év is valamikor népes izraelita hétközsége volt ennek az ősi településnek. De sokonok tóvótik, szélveszik hószén, köszöntik egymást, így az izraeliták a mai napon és ma is holnap megfújják a sófát, és kívánom a 27. bátori napok alkalmával, hogy az alapítvány vezetői ezt a sófát sokáig fújják még. Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen! A szentmise véget ért, mondjunk áldásra az Úrnak! Isten meg legyen áldva!